Sziasztok! Egy jó hírem van számatokra. Visszatér a streamelés kora a csatornára. Egyrészt lesznek streamek valószínűleg majd most a YouTube-on. Megnézzük, hogy hogyan megy a YouTube. Meg néhányan kértétek is, illetve azt látom, hogy aktívabbak vagytok sokkal a YouTube-on, úgyhogy gondoltam, hogy a Project Warlock című játék, amit itt láthattok képekben, és a Wolfenstein régi részeire, a Hexen akkori részeire, a Doomra és egyebekre hasonlít, egy kicsit pixelesebb változva, azért nem annyira pixelesen, hogy a szemem poljon ki, mert azt már nem bírnám, mert vannak ilyen játékok, ahol a pixelkockákat megnézitek, ezt számokat. Azért itt is látszik persze, hogy ez volt a stílus, de sajnos, vagy inkább szerencsére ki, hogyan nézi. Én nem annyira szeretem a pixel artot, ahogy azt mondottam a Songs of Conquest-nél, és ott a Songs of Conquest-nél, és itt is szerencsére számomra nem annyira pixeles a dolog. Ezzel fogunk majd játszani, egy akciójáték, kis RPG elemmel lehet fejleszteni valamiszerűen a karaktert, és választhatok úgy, mint a Hexenbe, választhatok, hogy milyen típusú karakterrel akartok inkább kezdeni. Törös, baltás, meg talán ilyen, azt nem tudom most fejből pontosan mennyi. De ha jól először ebben a világban, ugye ennek ellenére, hogy Hexenre is utaltak, tényleg egy keverék, hiszen ebben a világban van rendes lőfegyver is, puska, géppisztoly, nem tudom mi, és hát az elején még csak török, dobótörök, ilyesmi. De ezzel a játékot fogunk tehát akkor majd a YouTube-on élőzni. Valószínűleg egyébként kedden délelőtt, legalábbis akkor van ezt kedden délelőtt megcsinálni. És akkor a hét további részével valószínűleg visszatérünk majd a kikre is egyébként, a hét második felével valószínűleg. Ahol folytatjuk a Warhammer Chaos Bane-t, így hogy most már jobban, jól vagyok és jobban vagyok. Illetve a Dragon Age 3-at, nem tudom mi volt még hirtelen, amit ott toltam. Lehet, hogy ott fognak majd fölkerülni a Heroes versenyek is, de nem biztos, lehet, hogy az csak milyen verseny, hogy jobban kell koncentrálnom, azt csak felvesszük, viszont akkor a versenyben rovatban fogjátok látni őket, ahogy a SOC és Heroes 6-os jó pár ilyen meccsünket már láthattátok ott tavaly és idén. Most ez a Heroes 7.5-tel fog majd folytatódni. Addig is egyszer-kétszer láthatok majd ilyen fun, meg próba meccseket, amiatt is hogy teszteljük, hogy mi a legjobb beállítás. A versenyre egyébként 15-en leszünk a versenyen, és plusz egy hard AI gép, egy nehéz AI, ami itt ebben a játékban tényleg kemény, hát engem elvert, Janit és másokat párszor elvert, úgyhogy jó, ugyan nem ismerjük 100%-ig a modot, mi sem egyéb iránt, úgyhogy nem egy profilig, ami nem tudunk megismerni majdnem 300 hőst, 12 névből 11 lényt, és a sok neutrál lényt, a bosszokat, és soroltam meg a new is felt, az artefaktokat, a titkos képességeket, az új varázstekercseket, az új varázslatokat, és még lehet sorolni az újfajta csata tereket, és az újfajta külső és belső épületeket, és még bőven sorolhatnánk, és az egyiket hamarosan bővülni fog, mert felerősítik az 1.34 update-be majd az extra iteket, és a 310-20 hősünk lesz már összesen, mert lesz egy új gazdaság, és valamilyen mágia ág típusú hős, ami eddig így starterbe kezdőben nem volt, és mindegyik néptől lesz egy-kettő ilyen. Úgyhogy itt is lesznek majd még változások, de most ez a terv, hogy ezen a héten, jövő héten lesz Assassin's Creed Odyssey folytatás is végre lesz, akkor ugye ez a Project Warlock, de ez a YouTube-on élőben, kedd délelőtt valószínűleg 10:30-kor, ezt most így mondanám, körülbelül most meg is ez a terv, bár várjunk csak, hogy bocsánat, most lehet, hogy rosszul mondtam. Hát lehet, hogy inkább kedden 11-kor lesz. Mert inkább kedd 11 jó, mert el kell vasszak bennem, hogy vásárolni, hiszen a hétfőn ilyen szünet van, tehát nem tudok semmit venni. És hát eléggé minuszban leszek már kedden, a kajákat, piákat illetően. Szóval inkább kedd 11 óra, egy ilyen fél egy órás kis videó lesz az első a YouTube-on, hát megpróbálom ezt is OBS-sel, ugyanazon a módszerem majdnem, mint a korábbi kikes módszer. Annyi valószínűleg itt a YouTube-on lesz a chat, már úgy, hogy én is ott fogom látni, ahogy ti is. Ott tudtok majd chatelni, kérdezni, és tervem az is, majd itt novemberben, karácsonyra, hogy akkor végre lesz egy ilyen kérdezfelelet videó is egyébként, csak még nem volt egyszerűen úgy annyi időm most így a versenyszervezés mellett, munka mellett, egyebek mellett,
megoldani. A november 1-én hétvégén meg hazautazok egy pár napra. Szóval ezeket még össze kell majd kicsit ráznom. Meglegyen, de lesz, ne aggódjatok, lesz majd ilyen. És egyéb iránt lehet, hogy lesz most majd megint sorsolás november elején. Illetve nem sorsolás, mert a szemem meg is van már talán a nyertes. Aki egy kiken pontot szerzett, így kap majd egy játékot. Addig is búcsúzom tőletek a legközelebb videóig. Sziasztok!